rendhagyó felszólalás után távozott a parlament épületből az új-zéland őslakóit, a maorikat képviselő, nem meglepően maori párt néven futó tömörülés társelnöke, Raviri Waititi. A politikus egy szenvedélyes hangú felszólalásban rasszista propagandával vádolta meg az ellenzéket, amiközben a házelnök többször is rendre intette, végül pedig elnémították a mikrofonját, Raviri Waititinek több se kellett, lenyomott egy hakát, vagyis a maorik hagyományos harci táncát, majd fogta magát, és kivonult az ülésteremből, az eredetileg az ellenség megfélemlítését célzó, nyelvöltögetéssel, grimaszokkal és hangos kiáltásokkal tűzdelt performanszot manapság nagy eredmények ünneplésére, vendégek üdvözlésére, és különleges események emlékezetessé tevésére is előadják, de kihívás vagy egy konfliktus helyzet jelképeként is használatos, az ellenzék viszont azzal támadta a kormányt, hogy titokban egy párhuzamos rendszert alakít ki az országban, szeparatista célkitűzéssel. Waititi szerint ezzel az utóbbi két hétben rasszista retorikának adtak teret a törvényhozásban, a Tangata Venua, azaz az őslakosok pedig ezt kikérik maguknak. Mint mondta, az ellenzéki vezetők állandóan a maoriakat ostorozzák, hogy szavazatokat szerezzenek a pakeháktól, azaz a nem maori új-zélandiaktól, nem először generált konfliktus helyzetet Waititi a parlamentben. Februárban a törvényhozás öltözködési kódexét szegte meg azzal, hogy nem viselt nyakkendőt, csak egy hagyományos maori nyakviseletet, egy paunamut, azaz zöld követ vett fel. Akkor is kizavarták a törvényhozásból, jól lehet, később módosították az öltözködési szabályzatot, már nem kell nyakkendőt viselni, Waititi amúgy a nyakkendőt, gyarmati kötélhuroknak tartja.